Jelentős kiesés, csökkent a felvásárlási ár, kevesebb a támogatás, sokat romlott a hazai dohánytermelők versenyképessége, ezt mondják az ágazat szereplői. Változik a jövedéki törvény. Naponta kell készletnyilvántartást vezetniük a kereskedelmi pálinka főzdéknek 2017. január 1-től, ami jelentős adminisztratív terhet jelent majd. Szakember hiány a vendéglátásban. Pincérekre, cukrászokra és szakácsokra nagy szüksége van a hazai cégeknek. Nyíregyházán ma 15 szakács tett gyakorlati mestervizsgát. Sokat romlott a hazai dohánytermelők versenyképessége, ezt mondják az ágazat szereplői. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az időjárás viszontagságai mellett a korábbi évekhez képest az alacsonyabb felvásárlási ár és az Európai Uniós, valamint a hazai támogatás folyamatos csökkenése okozza a legjelentősebb kiesést a termelők számára. Asszonyok válogatják a kiszárított dohányleveleket ebben az ófehértói gazdaságban. Az idei termést a jégeső kétszer is elverte, a minőségen pedig a nyár végére érkező jelentős csapadékmennyiség tovább rontott. A telep vezetője szerint viszont nem ez az ágazat legnagyobb problémája. Kocsis Miklós úgy véli, a dohánytermesztés fenntarthatósága és a jövője került veszélybe az alacsony árak és a támogatások hiánya miatt. A dohány termelő az több forrásból táplálkozott eddig, egy részben az uniós támogatásból, hazai támogatásból, dohány felvásárlási árakból. Ezek tulajdonképpen mindegyike most rosszabb, mint a korábbi években volt, beleértve a felvásárlási árakat is. Tehát gyakorlatilag mindegyike csökkent, igazándiból egy kicsit kilátástalan helyzetben látjuk most magunkat, ez a valóság. Aztán a jövőt nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni, de ebben az évben minden szempontból nagy mértékben romlottak a pozícióink a korábbi évekhez képest. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke azt mondta televíziónknak, az utóbbi hetekben több hírportál is foglalkozott azzal, hogy néhány dohánytermelő nem kapta meg a neki járó állami támogatást. Bényei Illés szerint azonban ezek az esetek félreértéseken alapultak. Vannak olyan termelők, akik korábban termelők voltak, de most már nem folytattak dohánytermelést. Ők a 2015-ös esztendőtől nem jogosultak arra a támogatásra, amit annak idején maradéktalanul igénybe vettek. Különös tekintettel arra, hogy 2015 évben már nincs Európai Uniós támogatás, hanem átmeneti nemzeti kiegészítő támogatás van, és ezt egy de minimis támogatás egészíti ki. Két részletben folyósította a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a nemzeti kiegészítő támogatást. Az egyik részletet azt június hónapban, a másik részletet pedig augusztus hónapban. Ennek a kettőnek az összege 619 ezer forint hektáronként. A MADOSZ elnöke hozzátette, a nemzeti kiegészítő támogatást egy 310 ezer forint körüli de minimis támogatás egészíti ki, amelynek kifizetését szeptember végén kezdte meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Fölösleges volt közel 11 milliárdot költeni egy érvénytelen népszavazásra, jelentette ki az MSZP megyei elnöke a párt mai nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Veres János szerint a Fidesz mozgósítási listáját frissítette a népszavazással. A szocialista politikus úgy véli, a kormányzó párt a kvóta referendum nélkül is kezdeményezhette volna az alaptörvény módosítását. Ma már azt mondja a Fidesz és a kormány, hogy akármennyien is mentetek el, akkor is alaptörvényt fognak majd módosítani. Ugyanúgy, ahogyan egyébként, ha többen mentek volna, akkor is alaptörvény módosításra került volna sor. Mi úgy gondoljuk, hogy a fontos ügyekkel kéne valóban most már foglalkozni azzal, hogy hogy lesz jobb az egészségügy, hogy lesz jobb az oktatás, és hogy nem mennek el, vagy hogy jönnek haza azok, akik ma már külföldön dolgoznak Magyarországra. Azaz, hogy tudnak olyan feltételeket teremteni Magyarországon, hogy az aktív korúak, fiataljaink és középkorújaink inkább itthon dolgozzanak. Vállalni kell a népszavazás politikai és erkölcsi következményeit, véli a Jobbik országos alelnöke. Fülöp Erik nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, elhibázott döntés volt a népszavazás, ráadásul közel 20 milliárd forintot vont el a költségvetésből. Az ellenzéki politikus hozzátette, az eredménytelen népszavazás után gyengül Magyarország politikai helyzete. Mint mondta, hasonló eset a közelmúltban már történt az Unióban.
Például Nagy-Britanniában egy olyan népszavazás, amely hasonlóan sikertelen jellegű kezdeményezést jelentett, amely a politikai bukását is jelentette az akkori vezető politikusoknak, az akkori vezető miniszterelnöknek, David Cameronnak, és ezzel kapcsolatban a Jobbik Magyarországért mozgalom egyértelmű álláspontja az, hogy ezt a nagyon súlyos politikai helyzetet, ezt a nagyon súlyos politikai válságot csak úgy lehet elkerülni, hogyha a miniszterelnök úr a háttérbe vonul, lemond a pozíciójáról, és egy újabb, megerősített Magyarországgal próbáljuk majd a helyzetünket javítani az Európai Unióban. Naponta kell készlet nyilvántartást vezetniük a kereskedelmi pálinka főzdéknek 2017. január 1-től, ami jelentős adminisztratív terhet jelent majd a vállalkozásoknak. Az új jövedéki törvény értelmében a forgalom arányában változik a cégek bankgarancia elszámolása is. Erről tájékoztatták a megyei kereskedelmi pálinka főzdék képviselőit a Sóstói Múzeum falu pálinkaházában. Szatmári Szilva pálinka, Szabolcsi Alma pálinka. Mindkét termék műszaki leírását pontosítani kell egy Európai Uniós szabály szerint. A Pálinka Nemzeti Tanács ezért összehívta a megyei főzdék tulajdonosait, hogy közösen fogalmazzák meg a helyi pálinkák sajátosságait. A Pálinka Nemzeti Tanács kapott Brüsszelből egy felhívást a Szatmári Szilva pálinkának a műszaki leírásával kapcsolatban. Bizonyos kérdéseket tettek föl. És én úgy gondoltam, mint a Pálinka Nemzeti Tanácsnak a tagja, hogy ezt nem hiszem, hogy a minisztériumnak, Budapesten élő embereknek kell eldönteni, hogy milyen módosításokra sor kerüljen, hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő kereskedelmi pálinka főzdéknek kell erre javaslatot tenni, véleményt formálni, és ezt kell fölterjesztenünk úgymond Brüsszel felé. 2017. január 1-től a jövedéki törvény szinte teljes egészében megváltozik, ami az összes kereskedelmi pálinka főzde hétköznapi életére hatással lesz. Hangzott el a sajtótájékoztatón. A NAV szakemberei szerint a változások jelentős adminisztratív terhet jelentenek majd a vállalkozások számára. A kereskedelmi főzdék esetében az eddigi havi adatszolgáltatást leváltja a napi adatszolgáltatási kötelezettség. Minden egyes nap a készletén lévő jövedéki termékről adatot kell szolgáltatni, ami eddig csak havonta volt, ez most már akkor napi szintű emelkedett. Változik ezzel kapcsolatban még a garancia számításának módja, az eddigi termeléshez kialakított garancia nyújtás. Jelenleg a szabályozás szerint, a jövőben pedig ez a garancia pedig az adófelfüggesztés alatt lévő jövedéki termék adótartalmának, illetve a adott hónapban szabadforgalomba bocsátott jövedéki adótartalomnak az alapú vételével kerül megállapításra. Az osztályvezető hozzátette, a jövedéki törvény módosítása miatt nem kell árnövekedésre számítani. A kereskedelmi pálinka főzdékkel ellentétben a bérfőzdék adminisztrációs terhei pedig csak minimálisan változnak majd a jövő év elejétől. Továbbra is szakember hiány van a vendéglátásban, sokan mennek külföldre dolgozni. A szakma ezért tartja fontosnak többek között a pincérek, cukrászok és szakácsok továbbképzését. Nyíregyházán ma 15 szakács tett gyakorlati mestervizsgát. Látványos főételeket és szokatlan ízkombinációjú előételeket készítettek a mestervizsgára jelentkezett szakácsok. A feladat összetett volt. A betét egy konfittált olívaolajban konfittált paradicsom, egy kis kakukkfüvel, savanyított honsimánygomba van még hozzá, és pirított libamájkocka. És azért, hogy a magok eltűnjenek tulajdonképpen a paradicsomból, ezért a gomba és a libamáj kombinációja van visszatöltve benne. Levesét ismertette Makai Márton, rajta kívül még 14 szakács mutatta be ételremekét, szakmai tudását a vizsgabizottság előtt. A vizsgaelnök elmondta, továbbra is szakember hiány van a vendéglátásban, ezért fontosak a továbbképzések. Úrik szakember hiány az országban. Ez a mestervizsga arra is lenne jó, hogy olyan emberek képzik a szakembereket, akik megfőtetésük meg van hozzá. Nagyon-nagyon érdekes dolog ez a verseny, vagy a verseny, bocsánat, ez a mestervizsga, mert érdekes a pontozása. Gyakorlati vizsgán vagyunk, 91 ponttól van megfelelően, maximum 100 pont. Tudjuk azt, hogy szakvizsgán 51 ponttól van megfelelt. És nagyon-nagyon szép munkánkat látunk, érdekes munkát látunk, és nem csak Szabolcs megyében vannak, hanem döbeszényi kollégák vannak, akiket most mesteré fogunk avatni, hogyha a te vizsga is fog sikerülni. Ezt a gyöngytyúk eszenciát Fülep László készítette. Fásgalóskás derejével tálalok, ő a körete, úgyhogy szerintem ez egy kuriózumnak számít.
de majd meglátjuk, hogy a vizsgabizottságnak mennyire kuriózunk, tehát ez egy érdekes dolog lesz. Szerintem az, akiknek meséltem róla, hogy mit fogok csinálni, azt mondták, hogy jó ötlet, hát az ötletesség remélem megvan. Ötletesség, kreativitás, ezeket is pontozta a bizottság. A legtöbb mestervizsgázó szakmai előrelépés miatt választotta a mesterképzést és a vizsgát, amely jelentős anyagi teher a résztvevőknek. Volt egy 180 ezer forintos vizsgadíj, amit be kellett fizetni. Aztán azon felül, pontosan nem tudom ezt adni, de közelíti az ilyen 3-400 ezer forint magasságot, mivel az nyersanyagoknak a beszerzése, különleges nyersanyagok, a hideg konyhához is tányérok, amit nem minden nap használunk, különböző kiszúrók, ez az, ami nekünk nem mindennapos dolgok. A mestervizsga azért is jelent pluszt a szakácsoknak, mert csak annál a cégnél, étteremnél lehet egy-egy tanuló gyakornok, ahol a gyakorlati oktató rendelkezik mestervizsgával. Ráfutásos baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán, a Vasgyár utcán. Egy személyautó forgalmi okokból lassítani kezdett, amire a mögötte érkező autós még reagált, a harmadik azonban már nem tudott lefékezni. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. Az érintett forgalmi sáv 3 óráig volt lezárva a műszaki mentés és a helyszínelés idejére, ami jelentős fennakadást jelentett a körúton. Baleset történt ma délelőtt a 41-es számú főúton Besenyőt külterületén is. Egy személygépkocsi balra kanyarodott, miközben a záró vonalat figyelmen kívül hagyva már előzte egy autó. A balesetet okozó autó egy villanyoszlopnak is nekicsapódott, a balesetben senki nem sérült meg. 162 településen összesen 355 programra várják az érdeklődőket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Az NB2 lista vezetőjeként tölti a 2 hetes bajnoki szünetet a Kisvárda Mastergood. Révész Attila együttese a legutóbbi fordulóban 3-0-ra győzött Zalaegerszegen, így fennállása során első alkalommal vezeti a másodosztály tabelláját a kisvárdai futballcsapat. Pénteken a szezon első hivatalos meccsén lép pályára a Sunshine Nyíkse együttese. Az NB2-es férfi kosárlabda csapat a HEP kupában az NB1-B és Salgótarjánt fogadja a Tiszavasvári úti sportcsarnokban. Összesen 355 programra várják az érdeklődőket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire. Olvasni jó, idén ezzel a mottóval főként a fiatalok körében próbálják az olvasást népszerűsíteni. Hangzott el a programsorozat megyei megnyitóján Nyírpozonyban. Én mindig először megszagolom a könyvet, beszívom a képeket és a betűket. Aztán úgy érzem, én vagyok a mese, és a könyv az olvasó. Gyerekek szavalnak a nyírpozonyi könyvtárban. Hivatalosan is megnyitották az Országos Könyvtári Napok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei programsorozatát. A fiatal korosztály az egyik kiemelt célközönsége az idei rendezvényeknek, ezért is választották a nagy könyvtári beavatás szlogent, közölte Tomasovszky Anita könyvtárigazgató. Az olvasást és a könyvtár használatát szeretnék népszerűsíteni megyeszerte összesen 174 intézményben, amelyekben összesen 355 programot szerveznek. A fiatalokat egy kvízjátékkal is várják. Elsősorban inkább ilyen vetélkedő jellegű programokkal tudjuk megszólítani. Ilyen több kezdeményezésünk is van a központi könyvtárunkban, a kvízparti könyvtári játékkvíz, illetve most indítjuk a Légy Sherlock Holmes játékos könyvtári vetélkedőt, aminek szintén az a lényege, hogy 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk, és játékosan a szabadulós játék mintájára megismerjék, megszeressék a könyvtárat, illetve annak használatát. Vasárnapig többek között író-olvasó találkozóra, kézműves foglalkozásokra és különböző előadásokra is várják majd az érdeklődőket. Ezentúl 8 megújult könyvtárat is átadnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A nyírpozonyi könyvtár is hamarosan költözik, közölte a település polgármestere. Egy infrastruktúra fejlesztésére beadott pályázaton támogatást nyertek a korszerűsítésre. Ebből a 3 millió forintból elsősorban a könyvtári bútorzat felújítására kerül sor, illetve veszünk belőle számítógépeket, laptopokat. Tehát az új helyet, amit ki akarunk alakítani, az elsősorban egy
szolgáltató térnek szeretnénk szenni, így ott elektronikus formában legyen benne a média, és mindenki használja egészséggel. Átkerül a könyvtárunk az iskolai épületéből, nyugodtan mondhatom a Nyírpazonynak a legimpozánsabb épületébe, egy 18. században épült kúriába, ami emlékmű jellegű épület. A könyvtári napok idején október 3-ától 9-éig ingyenes beiratkozás és Amnestia hét is várja az olvasókat. Az MB2 listavezetőjeként tölti a kéthetes bajnoki szünetet a Kisvárda Mastergood. Révész Attila együttese a legutóbbi fordulóban 3-0-ra győzött Zalaegerszegen, így fennállása során első alkalommal vezeti a másodosztály tabelláját a kisvárdai futballcsapat. A meccs előtt 2 ponttal állt jobban a tabellán a kisvárdai csapat, amely 3 pontért utazott Zalaegerszegre. A vendégek már a 8. percben megszerezték a vezetést, Cseri talált a hazai kapuba. A támadó a 29. percben újabb gólt lőtt, a félidő utolsó percében pedig Grumis növelte 3 gólosra a kisvárdai előnyt. Mivel a második félidőben már nem történt jelentősebb esemény, Révész Attila együttese magabiztosan nyerte meg a mérkőzést. Másabb játékot választottunk, mint az elmúlt időszakban. A siker mégis magabiztosabbnak tűnt. Ennek ellenére nem volt ez ilyen könnyű mérkőzés. A játékunkon azért kellett alakítani, mert az Zalaegerszegi legutóbbi 2 mérkőzésünkön nagyon nagy labdabirtoklási fölényünk volt, mégis vereséget szenvedtünk. Most viszont egy picit visszábáltunk, és mélységből próbáltunk meg feljutni a kapujukhoz, mint az első félidő eredménye mutatja, ez nagyon hatásos volt. A másodikban pedig vártuk, hogy 3-0 után kockáztatni fog az Zalaegerszeg. Ezt nem tette meg, és egy kicsit ellaposodott a mérkőzés, de mi nem akartunk többet. Nekünk a 3-0 az megfelelő, ugye 3 pontot eredményezett. A forduló további eredményei a következők: Nyíregyháza Spartakusz Soroksár 1-1, Cigánd Szeged 3-0, Vác Sopron 0-1, Cegléd Kozár Michelin 2-2, Dorog Budaörs 3-0, Mosonmagyaróvár Puskás Akadémia 2-1, Grosics Akadémia Balmazújváros 1-1, Csákvár Békés Csaba 3-1 és Siófok Szolnok 0-1. A tabella élén a 24 pontos Kisvárda áll, megelőzve a 23 pontos Balmazújvárost és a 21 pontos Nyíregyházát. A hétvégén a válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt nem rendeznek fordulót az NB2-ben. Nagyon komoly állóképességi fejlesztésen fogunk most keresztül menni. Több olyan játékos van, akik az utóbbi időben kevesebbet szerepeltek, és még szeretném, hogy egy-néhány játékosunk elsősorban a védelembe nagyobb támogatást tudjon adni a középpályának a támadások során, ezért még számukra külön speciális edzéseket is fogunk vezényelni. Mindenképpen szeretnénk többek lenni a hátralévő 8 fordulóban. A Kisvárda legközelebb október 16-án vasárnap a Mosonmagyaróvárt fogadja a Várkerti pályán. Pénteken a szezon első hivatalos meccsén lép pályára a Sunshine Nyikse együttese. Az NB2-es férfi kosárlabda csapata HEP kupában az NB1B és Salgó Tarjánt fogadja a Tiszavasvári úti sportcsarnokban. Az elmúlt hétvégén elkezdődött a bajnokság a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában. A mezőnyhöz tavaly decemberben csatlakozó Sunshine Nyikse ezúttal is később kapcsolódik be a küzdelmekbe, mivel a csapat új otthonát, a Bánki tornatermét most újítják fel. Kovács Tibor edző szerint nem is baj, hogy még van néhány hetük a felkészülésre, ugyanis több új játékost kell beépíteni a legutóbb 8. helyen végző együttesbe. Magasságban, súlyban maximálisan erősödtünk. Senkit nem szeretnék kihagyni, de azért 2-3 olyan játékos van, például Farkasinszki Gabi, akit nem kell bemutatni, azt hiszem a megyei sportrajongóknak meghatározó játékosunk lehet. Régebbi játékosok közül Asztalos István ismét elkezdte a kosárlabdát, ő is Palánk alatti játékban meghatározó lehet. Több főiskolás játékos érkezett hozzánk, Földházi Norbi, Marin Soma, hagyja ki 2-3 jár. Balog András szintén a tudásával, rutinjával korosztályos válogatott volt, ezt csak zárójelbe teszem, meg nagyon nagy hasznunkra lehet. Horváth Bence az elmúlt szezonban kulcsembere volt a nyíregyházi csapatnak. A center idén is hasonló szereplést vár magától. Gondolom idén is én leszek a csapatnak a kapitánya, ezeket a szerepeket kell ellátnom, és egy tavalyihoz hasonló jó szereplést várok saját magamtól. A Sunshine Nyikse pénteken játssza a szezon első tétmérkőzését. Kovács Tibor együttese este 19:30 az NB1-bés Salgó Tarjánt fogadja az Rínyi Tiszavasvári úti csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Sokat romlott a hazai dohánytermelők versenyképessége, ezt mondják az ágazat szereplői. Az időjárás viszontagságai mellett a korábbi évekhez képest alacsonyabb felvásárlási ár és az Európai Uniós, valamint a hazai támogatás folyamatos csökkenése okozza a legjelentősebb kiesést a termelők számára. Naponta kell készletnyilvántartást vezetniük a kereskedelmi pálinka főzdéknek 2017. január 1-től, ami jelentős adminisztratív terhet jelent majd a vállalkozásoknak. Az új jövedéki törvény értelmében a forgalom arányában változik a cégek bankgarancia elszámolása is. Továbbra is szakember hiány van a vendéglátásban, sokan mennek külföldre dolgozni. A szakma ezért tartja fontosnak többek között a pincérek, cukrászok és szakácsok továbbképzését. Nyíregyházán ma 15 szakács tett gyakorlati mestervizsgát. A Kölcsei Televízió iradóját látták október 4-én kedden. Friss hírekkel szerda este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már kisüt a nap, de hideg, szeles időre van kilátás. A fölöttünk örvénylő hideg örvény áramlási mezőjében holnap hideg, de átmenetileg kissé szárazabb levegő áramlik fölénk. Éjjel csökken a felhőzet, az esti órákban lehet még eső, zápor, később nem valószínű csapadék. Az északira forduló szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte változóan felhős lesz az ég, majd délután erősen megnövekszik a felhőzet, és ekkortól eső, zápor is várható. A nyugati szél többnyire élénk, időnként erős lesz. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, erős hidegfronti hatásban térségünkben. Igen változékony, szeszélyes idő várható a héten, csütörtökön ismét nedvesebb, a korábbiaknál is hidegebb levegő éri el térségünket. Sokfelé várható eső, a hegyvidéki területeken havas eső, és tovább csökken a nappali felmelegedés mértéke. A még gyakran erős északnyugati-nyugati szél a hétvégére mérséklődik, és akkor már pár fokkal emelkedik a csúcshőmérséklet, de ezzel együtt megjelennek az éjszakai fagyok is.